Na, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a legújabb videómban, én Dóra vagyok. Arra gondoltam, hogy az év második videója legyen egy kicsit komoly, legyen egy kicsit vicces, és egyben megkérdőjelezhető, hiszen elhoztam nektek újabb 5 olyan kérdést, amit nem kellett volna föltenni az embereknek a melegséggel kapcsolatban, de mégis megtették. Lesz vicces kérdés, lesz komoly kérdés, és lesz olyan kérdés, amitől igazából nem fogunk tudni szóhoz jutni. Akkor szerintem csapjunk is bele, kezdjük a legelső ilyen kérdéssel. Először is ugye ez a kérdés abba a kategóriába tartozik, amit nem kérdezünk meg senkitől. De ha már itt tartunk, akkor elmondanám, hogy vannak kifejezetten melegeknek készült társkereső oldalak. De ennek igazából számtalan sok lehetősége van, hogy párt találjunk. Akár elmegy például az ember a Pride-ra, vagy vannak ilyen buli helyek is, amikről egyébként nekem megvan a véleményem, hiszen én, hát annak ellenére, hogy én egyetlen egyszer voltam ilyen helyen, nem túl jó tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Szóval erről egy-két szót szeretnék nektek most mondani. Szerintem mindent elmondok azzal, hogyha azt mondom, hogy az emberek fele már a buli elején részeg volt. És akkor viszontlátásra. De vannak ennél egyébként sokkal szerencsésebb helyek is, és úgymond jobb helyek is, amik ugye szintén melegeknek szólnak, de nem társkereső oldalak, akár Facebookon, Instagramon, ugye ilyen social médiás felületeken, ahol azért lehet emberekkel beszélgetni. Csak ezt előre mondom, hogy óvatosan csináljátok ezt, srácok, hiszen sajnos nagyon-nagyon sok a kamu ember, és hát ugye a kamu profil ezeken az oldalakon, úgyhogy nagyon könnyen át tudnak minket verni az emberek, és hát eléggé tudunk ezek által sérülni. Úgyhogy még egyszer mondom nektek, srácok, óvatosan és körültekintően tényleg. A másik pedig ugye az, hogy hogyan vesszük észre azt, hogy ki a meleg. Hát én az egyik videómban beszéltem arról, hogy van az a bizonyos gaydar, ugye az a melegradar, ami egyébként sok melegnek működik. Másoktól pedig azt hallottam, hogy például náluk nem működik ez a dolog. Én viszont azért elég jól felszoktam ismerni azt, hogy ugye, hogy én ezt szoktam mondani, hogy kivel játszunk egy csapatban, úgyhogy én azért a többségét szerintem felismerem. De van ugye az a szerencsétlen helyzet is, hogy nem ismerjük fel egymást, hiszen valaki annyira nőies, hogy soha nem mondanád meg róla, vagy például pont elmegy egy lány, vagy egy srác, és akkor itt tudom, én biztos vagy benne, hogy ő nem meleg, és mégis az, tehát ez egy kicsit nehéz dolog, ez a felismerés, erre ez a válaszom. Én azt gondolom, hogy ez lehetetlen, mert ez nem egy betegség. És azt is gondolom, hogy ez a fajta kérdés már a bunkóságnak a határát eléggé jól érinti. Ha nekem tette volna fel ez az emberke ezt a kérdést, akkor én tuti megszakítottam volna vele a beszélgetést azzal a válaszsal, hogy ne haragudj, de én nem vagyok hajlandó folytatni veled ezt a fajta beszélgetést, mert még véletlenül elkapom tőled ezt a hülyeséget, szóval srácok, ilyet ne tegyetek fel, léci. Én úgy teljesen nyíltan 2019 eleje óta beszélek, hogy például magamtól is felhoznám akár ezt a témát. Hát előtte sem tagadtam, hogy ha megkérdezték, akkor nyilvánvalóan nem mondtam azt, hogy nem, meg nem tereltem a szót, hanem elmondtam, hogy igen, ez így van, és ennyi. Viszont ugye úgy teljesen nyíltan 19 óta vállalom ezt, és így beszélek is úgy róla. És én eddig olyan körülmények között dolgoztam, ahol ezt jól fogadták, ugye a munkatársaim például. Az meg egy másik dolog, hogyha megfordulnak, akkor mit gondolnak rólam, vagy mit beszélnek, mert ugye ez nem érdekel. Én mindig úgy vagyok ezzel, hogy a kollegialitás megvan, hogy bemész egy munkahelyre dolgozni, én nem barátkozni járok be oda,
És ennyi. Tehát egyébként a főnökeim is jól fogadták, szóval szerencsés helyzetben vagyok ezzel kapcsolatban. Igazából a gáztűzhely és a radiátor féltek tőlem, amikor elmentem mellettük, és gondolták magukból, hogy úristen, ez melegebb, mint én. Jó, tényleg, srácok, szerintem ez nem egy olyan dolog, amitől félnem kellene, hiszen ez nincsen rám semmilyen káros hatással, ugye, amitől leépülne a szervezetem, vagy gondolok itt Tomin ilyenekre. Sok emberrel beszélgettem már erről igazából, családommal, párommal, barátaimmal, ismerőseimmel. Én ugyanolyan életet élek, mint bárki más, tehát én eljárok dolgozni, háztartást vezetek, eljárok találkozni tesómékhoz, családomhoz, barátaimmal, ismerőseimmel, programokat szervezünk, utazgatunk, stb. Csak ugye az a különbség, hogy a lányokat szeretem. Én jól fogadtam azt, hogy meleg vagyok, nem volt bennem ezzel kapcsolatosan semmilyen rossz érzés. Hát félelem azzal kapcsolatban volt bennem csak ugye, hogy a családom hogyan fogja fogadni ezt a dolgot. És amikor ugye coming out-oltam nekik, akkor egy hatalmas nagy kő esett le a szívemről, és eszméletlenül megnyugodtam. Képzeljétek el, srácok, amikor másnap fölébredtem otthon, és az a tudat volt bennem, hogy tényleg már mindenki tudja a körülöttem, akik tényleg fontosak számomra, akkor éreztem magam igazán szabadnak és boldognak, hogy nem kell egy úgymond ketrecben élned, tehát ugye, hogy ezt így elfojtanod magadban, eltitkolnod magadban, és teljesen más hisznek rólad, hanem tudják rólad azt, hogy ki vagy, és úgyis fognak veled bánni. Tényleg ennél nagyobb szabadság szerintem nincs. Úgyhogy ne féljetek, srácok, de tényleg legyetek erősek, legyetek kitartóak, bátrak, és a coming out-olok is, akkor utána ne hagyjátok ezt így semmiből leszni, szerintem minden nap kell erről beszélni. Legalábbis én tényleg így beszélek, szinte tényleg napi szinten ezzel, erről, ezekkel kapcsolatosan a családommal, úgyhogy szerintem ezt ápolni kell továbbra is, mint bármi mást, hogy működjön. Hát ez az a fajta kérdés, ami szó szerint nevetnem kell. Nem, el kell szomorítsalak, hogy én már soha többé nem leszek 40 Celsius fok alatt. Jézus. De köszönöm, hogy érdeklődsz iránta. Tudjátok, próbálnak az emberek szóviccekkel kérdezgetni, kérdezősködni, de én is pont ugyanilyen vagyok egyébként, tök jó szóviccekkel szerintem vissza tudok nekik vágni, hogy ne legyen bántó. Szóval azt hiszem, hogy ezzel a forró mondattal le is zárnám ezt a videót, ha tetszett nektek, srácok, akkor ne felejtsetek el dobni egy lájkot, hasonló videókért, hogy még több ilyen kérdésért ne felejtsetek el feliratkozni, és kövessetek az Instagramon is. Aztán legyen nagyon szép napotok, szép estétek, bármilyen napszakban is nézitek ezt a videót, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Sziasztok!